Figyelj már, te tényleg mindig betartod a sebességet? Vagy ez a Verda nem bír több elmenni? Hát taposz már bele! Ilyen jellegű is lehet egy cukkolás a haveroktól egy átmulatott éjszaka után, ami sajnos akár tragédiával is végződhet. Úgynevezett diszkó balesetet imitáltak ma reggel Sárospatakon, amelyhez mentők, tűzoltók, rendőrök is érkeztek. A Vai Miklós Református Szakképzőiskola tart a héten szakmai napokat, ennek részeként kérték fel a hivatásos szerveket baleset megelőzési eléggé látványos programjuk megtartására. Az egyik kollégám ötlete alapján, aki látott már egy hasonló bemutatót, gondoltunk arra, hogy ez egy életszerű dolog lehet, és talán prevenciós jelleggel nagyon jó arra, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy a kábítószer, illetve drogok és alkohol fogyasztása túlzott mértékben, vagy nem a megfelelő helyen nagyon nagy gondokat és károkat okozhat. A szakemberek szerint fontos, hogy életszerűen mutassák be egy esetleges baleset utáni eseményeket, ezzel óva intve a fiatalokat. A bemutató során a közönség, a fiatalok láthatták, hogy milyen egy ilyen baleset következményei, mik a következményei a balesetnek, láthatták, hogy hogyan érkezünk a helyszínre, hogyan dolgozunk együtt a társszervekkel, illetve láthatták az egész műszaki mentésnek a folyamatát, hogy milyen eszközöket használunk a sérültek kiszabadítására. A rendőrség napi szinten tesz a balesetek megelőzése érdekében. Tapasztalatom az, hogy ezeknek a közlekedési előadásoknak, ilyen balesetfelhívásoknak nagy ereje van. Felhívja a figyelmet arra, hogy milyen cselekmények mihez vezetnek. Az ittas vezetés, a kábítószer alatti bódultságban vezetés milyen eredményeket hozhat. Nem is gondolják végig a fiatalok azt, hogy buliból milyen komoly közlekedési balesetet okozhatnak, amelynek súlyos eredménye lehet. A bemutató alkalmával az is elhangzott, szerencsére az elmúlt években nem történt ilyen az imitánthoz hasonló fiatalokat érintő diszkó baleset a Sárospataki rendőrkapitányság területén.